A csapadékos idő és az éjszakai mínuszok egyet jelentenek a jeges járdákkal és a csúszós utakkal. Sok autós ilyenkor inkább a tömegközlekedést választja, hogy megelőzze a baleseteket, gyalogosan azonban nehéz elkerülni a síkos járdákat. Bár az illetékes szervek mindent megtesznek, hogy ezek járhatóak és csúszásmentesek legyenek, nem biztos, hogy mindenhova elérnek időben a szakemberek. Ilyenkor pedig fennáll az elcsúszás veszélye. Ez főleg időseket, mozgásukban korlátozottakat, illetve olyanokat érint, akik valamilyen segédeszköz használnak a közlekedés során, támbottal, járókelettel járnak. Ilyenkor gyakoriak idősebb korban egyrészt a csípőtáji sérülések, tehát az alsó végtagi csípőtáji törések és sérülések, valamint ugye a védekezés kapcsán az alsó végtagnak a törései, az alkar törései a leggyakoribb sérülések ilyenkor. Hogy elkerüljük az esést, érdemes a pingvinjárást ellesni. Normál esetben súlypontunk a test középvonalára esik járás közben, ami miatt a súlyt tartó láb nem teljesen merőleges a talajra, és nagy az esély az elcsúszásra. Hogyha azonban egy kicsit előredőlve a teljes testsúlyunkat az elől lévő lábunkra helyezzük, a talp teljes felülete érintkezik a talajjal, és kisebb az elcsúszás veszélye is. Fontos persze az is, hogy ne siessünk a jeges felületeken, inkább kisebb, óvatos lépésekkel haladjunk előre. Természetesen ilyenkor is előfordul, hogy valaki elesik. Abban az esetben, hogyha a felső végtagjak sérül, tehát a csokrója sérül, akkor őt nyugalomba kell helyezni, és ezt a sérült végtagot gyakorlatilag akár a személygépkocsi elsősegélynyújtó ládikájában megtalálható háromszögletű kendővel, ahogy azt megtanultuk egyébként az elsősegélynyújtás szabályai szerint, lehet rögzíteni. Abban az esetben, hogyha csípőtáji törése van, nagy valószínűséggel nem fog tudni felkelni a földről. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy ne is mozgassuk a sérültet, takarjuk be, védjük a kihűléstől, és minél hamarabb hívjunk hozzá mentőt. Hiszen ha szakszerűtlenül mozgatjuk a sérültet, komoly, maradandó károkat is okozhatunk. A legfontosabb, hogyha földön lévő embert látunk, bátran alkalmazzuk az első segélynyújtás első lépését, menjünk oda és kérdezzük meg, hogy mi történt. Ne hagyjunk magára senkit sem.